Sziasztok barátaim! Ebben a mai videóban a fa ultásról szeretnék beszélni, a kártészetről. Ha szeretitek ti is ezt a dolgot, hogy tavasszal fákat oltani, nagyon jó hobbi, ki lehet próbálni. És nem tudjátok, hogy kezdjétek, akkor elmondom nektek, hogy be lehet az oltóvánokat időben is szerezni. Amilyen gyümölcsfákról szeretnétek, hogy nálatok is teremjenek, akkor az új hajtásokat kell levágni, amelyiken nincsenek, nem lesznek a virághajtások. És azokat kell megtartani, meg lehet tárolni hónapokon is át, akár ezzel a módszerrel, hogy krumpliba tesszük, és a pincében tároljuk addig, ameddig szükségünk lesz rá, hogy használjuk. Nem lesznek fagyok is, lehet használni őket márciusban, áprilisban, attól függ, hogy kinél milyen az idő. Magyarországon melegebb az idő, gondolom hamarabb tudjátok oltani a fákat. Itt nálunk Erdélyben pedig kicsit később. Így március végén oltottam a tavaly is jó sikerekkel. Szóval le kell ezeket az oltóvánokat szedni. Friss hajtásokat és el kell tenni, ugye, ahogy mondtam. Aztán majd a tavaszon, mikor neki fogok oltani, akkor megmutatom, hogy hogyan lehet oltani, aki nem tudja. És a hozzávaló dolgok, amire szükség van az oltáshoz, az előtt még is készítek majd videót is felrakom. Még szeretnék készíteni videót egy dologról, amit én itthon szoktam így a tavasszal, téli időkben csinálni, a magvak megcsiráztatását. Lehet van köztetek, aki szeretné ezt is, és nem tudja, hogyan kell. Akkor majd a következő videóban láthassátok, hogy lehet megcsiráztatni a magvakat, körte, alma, vagy zöldségeket is ki lehet próbálni. És utána pedig el lehet ültetni a földbe, ahonnan fel tudnak nőni, és utána beoltódik. És lehet házilag is termeszteni ilyen fa féléket. Ha tetszett a videó, akkor lájkolhassátok, fel is lehet iratkozni, ha érdekel a téma. Ilyen kártészeti dolgokról szeretnék videókat készíteni időnként. És még nyuszikról is, házi állatokról, és ilyenekről.